Az elején nagyon nehéz volt, az Újpest nagyon ránk jött, és kellett egy 10 perc, amíg úgy felvettük a ritmus, de úgy érzem, hogy utána tényleg mezőnyfölénybe játszottuk végig. Hát nagyon örülök, hogy sikerült 3 gólt rúgnunk. Igaz, itt a kicsit ez a szépséghiba, ez az egy gól, ami becsúszott, de ez most így belefért. Hát a rövid passzis játékokra készítünk fel mindenképpen, gondolom, így próbáltak kompenzálni ezzel, de ezt is sikeresen tudtuk hárítani, de első 10 percben egy kicsit mi is meg voltunk fogva azért, de sikerült kijönnünk, aztán sikerült gólt is rúgnunk. Számítottunk, hogy ránk fognak jönni nagyon, és hogy stabil védekezéssel meg tudjuk bontani utána a hátsó alakzatukat, és hát ez így is történt, és ez ugye a helyzetekig, zicserekig nem is jutottak el, szinte csak az utolsó gólnál. Megpróbáltak ugye felívelésekből helyzetbe kerülni, de inkább a távoli lövések voltak, amik domináltak az ő részükről. Mindenképpen úgy jöttünk ki, hogy egyet rá kell, mi rúgunk, hogy el tudjuk vinni 3 pontot. Az egy gól idegenben, sőt otthon is nagyon kevés, sikerült is 2-t is, úgyhogy nagyon nagy a boldogság szerintem most. Hát igazából, hogy mondtad, ez nem is olyan dolga, hanem a vezetők dolga. Én nem érzem, hogy hát most kéne igazolni, ezt csak fentről tudják. Szerintem egyben van a társaság, szerintem egy jó felkészüléssel, szerintem bármire képesek lehetünk.